Minden évben van vadkár elhárítás? Nem, csak szökőjében. Ő az én testvérem, Zoltán, aki egy vérbeli vadász és igazi bottörő. Zoltán! Ez pedig itt én vagyok. Az én hobbim a horgászat. Haszki, mekkora! Egyik területen sem vagyunk profik, de a testvérharc állandó közöttünk. Tamás, engedj már! Kakas, kakas, lőj ez ott! Hülye! Sok izgalmas pillanatot éltünk már át együtt, és meg annyi bal szerencsét. Hobbiaink ellenére mindketten állatbarátok vagyunk, és a legfőbb célunk az, hogy a magunk szórakoztató módján megmutassuk a vadászat és a horgászat igazi szépségét a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland! 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 A filmet támogatta a YouTube csatornatagok, a Békés-megye Vadászható Vadjért Alapítvány és az adó 1%-ot felajánlunk. A vadászterületet biztosította a Bács-Kiskun megyében található Vaskúti Kossuth Vadásztársaság. Köszönjük! Mióta filmezünk, folyton ugratjuk a másikat, és kinevetjük egymás bal szerencséjét. De ezúttal a karma minket is utolért, mert bal szerencsék egész sorát zúdította ránk, mikor visszatértünk Vaskútra, hogy készítsünk az aranysakáról egy igazi vadászfilmet. Aranysaká vadászat. Bal szerencse a javából. Az első vadászatra kora hajnalban ültünk ki, ami számomra nem indult valami jól. Azon ülök a szerinted. De miért nem hoztál párnát? Mondtad, hogy hozzak párnázót. Tomi, nem először jössz felemlesen. Jó, hát de én elfelejtettem ide. Nincs nekem ebben rutinom, neked kérde szó. De ez nem rutin kérdése. De ez pontosan rutin kérdése. Így jártál, kész. Majd legközelebb most megjegyzed, biztos. Jó. Azt hittem, hogy csak én nem készültem fel kellőképp a vadászatra. De hamarosan kiderült, hogy bátyám se. Na, az előbb tumálít neki, hogy nem hozok a fenekem alá párnát, hogy ne fagyjak szét erre. Most mit mond, mit nem hoztál, Zoltán? Mondja csak. A keresőtárcsövét. Hozta a keresőtárcsövét. Milyen vadász vagy te? Mennyi ideje vadász? Jó, de én attól nem fogok fázni. Mennyi ideje vadász, Zoltán? Jó, hát valami mindig otthon marad. Na, de ennyi terve, még tarcaskodott itt nekem. Vadász, az nem hoz keresőtárcsövét. Jó, van. Érted? Itt a céltárcsövét. Itt az én szemem, majd én keresek előtt. Örültem, hogy rutinos vadász létére bátyám is képes hibázni. Majd miután ismét hetszeltük egymást... Tomikám, nem fázol. Nem, Zoltán, nem fázol. De hogy látszom, keresőtárcsönnék. Kicsit homályos. Egyszer csak megérzésem támadt, s megkértem bátyámat, hogy adjon ki hívó hangokat. Hát, ha megint összejön a múltkor, és azon élődtük, mert hogy megéreztem. Na hisz, az hát egyszer az... volt csak ilyen. Zoltán, kétszer is lehet budán kutyavásár. Csak a megérzésem ezúttal sajnos cserben hagyott. De mivel nem szeretek bátyám előtt beégni, ezért addig mondogattam, hogy mindjárt jön egy aranysakál. Mindjárt 10 másodpercet pedig jönni fog, Zoltán. Mindjárt jönni fog, Zoltán. Bármelyik pillanatban itt lehet. Még nem. Ó, úgy volt. Most látom. Mi? Nem lát, az a jobb oldali ott, ami erre. Elszaladt jobbra. Nem látom. Láttál valamit a videón? Felvette, csak nem próbáltam benne biztos, hogy azt láttam, hogy mozgatlan volt. A fenegy. Végül meg lett túl az első sakározóta. Milyen első sakáló? Ma. Hát ma. Ma reggel az első alkalom, amikor kijöttünk ismét vadászni. Sajnos a hibázásban nekem is volt szerepem, mert a környezetbe beleolvadó aranysakát nem tudtam gyorsan beazonosítani a kamerával. Így a lövés izgalmában várakozó bátyám kapkodásában rosszul mérte fel a távolságot. Miután befejeztük a vadászatot, megnéztük a rálövés helyét. Hát egy 300-valahány lépés. És az? Olyan 250. 250 körül mondtam én neked, hogy olyan 250.
A felvételt visszanézve úgy gondoltuk, hogy az aranysakát nem érte találat. De hogy biztosak legyünk benne, sebzésre utaló nyomokat kerestünk. Még nem, találtunk is. Hát ugye lehet, hogy kapott egy horzslövést, és akkor éppen kiszakított a bundából egy kicsit, mert egy pici húsdarab van benne, és lehet, hogy a gerincénél éppen elcsapta. Nem kellett volna ennyire fölé tenni, csak olyan messzire tűnt ez a távolság. De akkor ez túlél igazából. Hát ez semmi, semmi, éppen megcsípte neki. Én becsültem el a távolságot, már annyira gyorsan történt minden. Puska 250 még pontos. Én azt hittem, hogy 300 felett van. Na mindegy. Ez van, majd folytatjuk délután este fele. Sajnos a késő délutáni vadászat nem jött össze, mert bal szerencsénkre elerett az eső, és egészen reggelig nem is állt el. Így aztán kora hajnalban folytattuk tovább a vadászatot, egy másik lesre kiülve, ahol alig, hogy elkényelmesedtünk, gyanús foltokat pillantottunk meg a távolban. Kellett kis idő, mire rájöttünk, hogy amit mozdulatlan állatoknak véltünk, csupán csak hajtások és kisebb bokorféleségek. Azért van ott egy győzis. Győzbak. Győzbak. Nem két kával azóta, mert szóltak már korábban, hogy... Hogy? Hogy egy kával kell. Győzbak. Az hány kával van? Győzbak. Én itt tudom kész. Én megpróbáltam, de ami egyszer berögzült, az bátyámnál már úgy is marad. Nagyon szuper, most megint elkezdett esni az eső. Mondott egy kis pici szemerkélés, de ez azért annál már több. Mi az, atyom? Most még szemerkél. Hát ez neked szemerkélés? Hát a szemembe esik. Kopog a fejemen. Beleesik a szemembe, szemerkél. Reméljük, hogy nem fog jobban rázendíteni. Most nagyon nem akar összejönni ez a vadászat. Ne elkezdesd, hogy beülök a kocsibat, meg videózkodik. Aha, igen, ezt majd várom, hogy jöjjön valami, ezt majd szólok, mi? Most fejhívom. Lázik a puska. Majd fejhívom telefonon, hogy majd gyere már ki a kocsiból, légy szíves, már ez jött ott is soká. Nem egyszerű ez a vadászat. Bátyám biztosra vette, hogy ilyen időben nem látunk aranysakát. Ezért fityet hányva a vadászatra, ismét rám hagyta a megfigyelést, s helyette elkezdte nyomkodni az okostelefonját, amit én nem hagyhattam büntetlenül. Szóta. Most direkt csináltad a vízé miatt. Na jó. Annyira vele volt merül az okostelefon, megint így figyel rá. Mondjék már be, nincs semmi értelme. Hát ez jó érzés volt, nem szóltál hirtelen. Uh-huh. Az a fél sikerélmény, hogy látunk egy sakát most. Uh-huh. Biztos, hogy benne megdobbant a kis vadász szíve neki. Jó, mondtam, hogy nem jó. Visszakaptam. Megyél, kitartózottál, horgászatnál is várakozni kell, nem jön egyből a hal. Hát de horgászat van egy olyan székből, amiben öröm vállalkozni. Itt meg egy deszkán is. És? És van alattad párna. Fúj a szél, esik az eső, nem olyan jó. Na, hogyha látjátok, aki vadászatra adja a fejét, az ne vágyjon luxus kényelembe. Lehet, átváltok a horgászat. Na, tényleg? Igen. Na, halljátok. Hát csak keményebbek vagyunk. Horgászok? Szerintem puhátok, azért váltok el. Miközben tovább várakoztunk, az eső ismét elerett. S mivel nem akart elállni, így megint csak idő előtt kellett abba hagynunk a vadászatot. Mivel az eső egész nap esett, így csak késő este tudtunk ismét kiülni vadászni, ami minden eddiginél több izgalmat tartogatott a számunkra. Mivel éjszakai vadászatról volt szó, ezért, hogy filmezni tudjunk, magammal hoztam a régi infrafelvétel képességgel bíró kamerámat, kiegészítve egy 940 nanométer hullámhosszú infravetővel,
Még bátyám egy kölcsön kapott hőkamerát használt. Figyelem! A hatályos jogszabályok szerint a szükséges engedéllyel nem rendelkező vadászok a vadászat során nem használhatnak fegyverre szerelt, éjjellátó, illetve hőkamerás céltávcsövet. Ellenben használhatnak éjjellátó, illetve hőkamerás keresőtávcsövet. A lesre való kiülést követően időnkénti pásztázással próbáltam lencse végre kapni egy aranysakát. Miközben bátyám szokásához híven aludt egyet. Majd alig, hogy kipihente magát, feltűnt valami a távolban. Merre? Itt előtt. De milyen messze? 50. Amoda, ha látom. Látom, mehet tőle. Mehet, most elindulsz ott. Most balra, várjál. Balra megy, de azt nem ősz ki, de... Nem tudom, hogy megy. Ott most megáll, figyel ide. Ez nem, az ősz szerintem. Állj ma! Nem kapcsolódik be az a szal. Mi sok róka? Megvan. Nem tudom, Zolt, úgy megijedtem. Ma nem szólsz, hogy lősz vagy valami. Hát szóljál már legközelebb. Szót nem szóltál. Te állítom a fókuszt, azt lősz. Nem működik a lámpám. Jó, tehát szólja, hogyha lövök. Jó van már, Tamás. Jó van már, hát egy szót nem szólsz. Kérdeztem, hogy megvan. Azt mondom, megvan, te mondjad, hogy lősz, mert akkor felkészülök rá. Hát én fókuszt állítottam, hát nem mondod, hogy lősz, hát megijedtem. Kissé mérges voltam bátyámra, de közben örültem, hogy nem sikerült lelőni a rókát, amit mivel idegenben voltunk, így nem tilthatta meg annak kilövését. Az eset után nem sokkal, ismét feltűnt valami a távolban. Ha ott valami mozog, valószínűleg a sokkába hazódítottam. Jön közelebb. Még mindig jön közelebb. Szóljál. Én folyamatosan veszem. Túlságosan messze volt, még a kamerámnak is. Így nem tudtunk mit tenni, megvártuk, még közelebb jön. Majd a kellő pillanatban bátyám felkapcsolta a keresőlámpát. Nem tudom, mi az én abban. Nem működik ez a szar. Nem akar működni. Róka. Elment jobbra, ott megy jobbra. Ott fut jobbra. Nem működik a lámpám. Felrúgta az izém. De nem működ. Nem. Jó, feladom. Ezt a mert összetöröm a hogy nem működik. Mert nem bírok lőni, hogy tartom a lámpát is. Miért nem működik? Nem tudom, Tamás. Így működik. Úgy meg nem. Megőrjük. Esküszöm, hogy sajnáltam bátyámat, mert annál idegesítőbb nincs a vadászat során, mint amikor a technika bemondja az unalmast, és miatta nem tudsz elejteni egy vadat. Ráadásul nekem sem volt könnyű dolgom, mert az infravető szűk megvilágítási tartománya miatt a kamerát csak nagy ráközelítéssel tudtam használni, ami nagyban nehezítette a tájékozódást, s aminek hamarosan meg is lett az eredménye. Mert miután a sakálok hanggal jelezték, hogy itt vannak, ezek kórusba jövődnek, össze-vissza. Bátyám átélte élete egyik legidegesítő vadász élményét. Nekem ősznek tűnik. Neked minden ősznek tűnik. Akkor nézd meg, szóltam. Messze van, de nem őszem szerintem. Nem tudom. Nem működik ez a lámpa. Már megint. Fasza. Állj fel, folytősz. Nem lehet vadászni. És nézd meg most, megnyomom most. Ott van. Itt van előttünk, jobbra itt a földön. Milyen? Itt, ide jobbra, le 50 méter. Várjál. Nem látok semmi. Hol? Nem tudom, hol van. Itt előttünk. De melyik előtt? Jobbra.
látok semmit. Nem tudom. Jó, mindegy, csinál, amit akarsz, nem látok semmit. Itt mi most előtt? Ott. De nem működik ez a szar! És ez itt volt előttünk, egy pár méter. Jó, hát én azt nem láttam, azt mondtad. Nekem a jobbra, mert nem mondtad, hogy melyik irányba előttünk. Hát itt állt. Jó, Zoltán. Én nem tudom neked, hogy mi a hol van. Valószínűleg két aranysaká viccelt meg minket, ami után egy újabb is feltűnt. De mivel a lámpa akkor is bemondta az unalmast, meguntam ezt. Bátyám körbenézett a rálövés helyén. Majd jobbnak láttuk, ha ma estére befejezzük a vadászatot. Másnap kora hajnalban indultunk neki az utolsó vadásznapunknak, ahol a lesre kiülve hamarosan remek lehetőségem adódott, hogy viszonozzam bátyám vadkár elhárításnál eregetett békegalambjait. Baszki, Tomi, ezt nem hiszem el. Végre sikerült légteleníteni a belem. Ja, csak erre fúj a szél. A békegalamb viszonzás után tovább várakoztunk. És az elmúlt két napban átélt meg annyi passzerencsés idegeskedés után biztosak voltunk abban, hogy a PEG sorozatunk nem folytatódhat. De tévedtünk. Tök szuper, szóknak össze-vissza. Tegnap a sok szerencsétlenség után, ugye, bátyámnak nem működött az a szuper lámpa, jobb most már szóltam. Rátettem, ilyen, van egy ilyen adapter, amit meg nem szólal. Na mindegy, elvettek most ezt orvosoltuk, ezt a hibát. De hát, most ugye kijöttünk ide ismét. Vadászni, ahol voltunk, ma már kétszer is láttunk sakát, visszatérő vadként, valószínűleg ott szoktak járkálni, nem is az a lényeg. Megjelentek előttünk most a favágók, itt a közelünkben, nem is olyan messze, szerintem, hogy a 250 méterre, itt zöngetnek. Igen. És igen, már vágják az erdőt, és emellett meg ráadásul itt egy pásztor is, aki meg balról van, majd meg is mutatom most. Meg legelteti. Ő meg legelteti a birkáit. Mondjuk most már nem tudom felvenni a izét, mert elment a maratakarásba, van a birkák, na mindegy. Sajnos nem egy egyszerű dolog ez a bobszakma. A munkájukat végző favágóknak és a birkapásztornak köszönhetően a sikeres vadászat reménye szép lassan szerte foszlott. Majd mikor épp fel akartuk adni... Most jött ki. Mi az? Kis őzike. Úgy megijedtem. Valahogy... Jaj, csak így hirtelen valami kijött. Nem hiszem, hiszen... Hányjel kijöttött volna sakál is. Na... Sajnos csak egy őzgida volt az,
ami után abba hagytuk a reggeli vadászatot. Ezt követően dél körül indultunk neki az utolsó előtti vadászatnak, mert kíváncsi voltam, kihangsúlyozom, mert a későbbiekben ez fontos lesz, szóval kíváncsi voltam én Tamás arra, hogy egy ilyen sakálállományban bővelkedő területen be lehet-e hívni nappal az aranysakált, aminek teszteléséhez Csaplás Zsolti barátunk segítségét kértük. Zsolti, a szélmérünk? Rendesen fogjuk a szél. Igen. Melyik irányba megyünk? Hova megyünk? Hogy nyugati és északi szelünk van, ezért délre bentünk a vadászni való területhez képest, és innen szélnek szemben most oldalzól fogunk haladni főfelé, és úgy fogunk hívni a sűrűbe, vagy ilyen szálasba. Mert ilyenkor napközben, hogy bár a vad nem szívesen mozdul könnyű terepre, ezért menjünk be a műnyünk a vadhoz. És egy fontos kérdés, hol hagytad az átszruhádat? Hát az autóba. Ja, úgy voltál vele, már nekünk sincs, akkor neked se kell. Ugye, hogy most már nincs annyira takarás, nincs okorolom, ezért az átszruha nem annyira, inkább másfajta átszruhát, más mintájút. Jó. Na akkor hajrá. Én fának fogom magam átszolni. Fának, Zoltán? Fának lehet. Te egy tuskó lesz. Tuskó lesz. Igen. Na menjünk. A teszteléshez egy kis erdőre esett a választásunk, ahol az esélytelenek nyugalmával indultunk neki a vadászatnak. Ezt fölvettem. A legtöbb vadásszal már történt hasonló helyzet. S miután nekem sikerült ezt rögzítenem, mindannyian elfoglaltuk a helyünket, s Zsolti elkezdte a behívást. Először varjúsírással próbálkozott. Majd nyúlsírással. Néhány perc elteltével ismét visszaváltott a varjúsirámra, mikor egyszer csak elsuhant valami a kameraképp alján. Szarvasok mentek utá, vagy őszök nem láttam. Annyira nagy a sűrűség itt, hogy itt csoda kéne, hogy valamit lássak a kamerával. Amiután nem sokkal, két lövés is dördült. Mi van, Zotyó? Három jött be, egymás után. Micsoda? Három jött be, egymás után. Ezt nem hiszem el. Mire lőtték? Nem akartunk hinni a fülünknek. Így megszakítva a vadászatot, bátyámhoz siettünk. Na mi van? Három soká jött be, egymás után három. Bejött ide egyen, de kiszúrt, elront oda ki a fűre. Te elment rá egy három percre jött egy másik onnan. Az is kiszúrt, az is elrohant arra. Most meg egy jött nekem teljesen szembe, így felnézett, és akkor fejre lőttem. És eltálltad? Összecsuklott, elrohant arra, de megnézzük majd. Megpróbáljuk hátra meg. Bátyámék gyorsan megkeresték a rálövés helyét. Majd nem sokkal később visszatértek. Na mi az, Zoltánkám? Hát nem találjuk. Hát hogy nem találod? Megnézzük, még csak nem akarjuk átjárni az egészet. Hát de hogy nem találod? Hát hogy hát nem? Hát nem jött terítékre, vagy mi van? Szóval nem találtad el? De eltalált, a fejbe lőttem, összecsuklott. Mm-hmm. Csak felugrott ez sörét, hát olyan nézni, hogy nem bozottunk el. Jó, hát tudom. Hát a mit tudom, hány sörét szemből nem ment vele. Meg hogy nem tüdőn van lőve, hanem fejben nincs úgy vér neki. Ja. Érted? Lehet, hogy ott lesz elpusztulva, arrébb bent valahol, de ott hol nem tudom. Most meg körbejárjuk az egészet, akkor ennyi volt a vadászat. De három darab jött be. Hát így. Bejött egy, ahogy hívott, utána így kiszúrt, ide bejött 10 méterre, de felkaptam a puskát, azt szúrta ki, hogy felkaptam a puskát, hogy erről nem tudom, de hülye vagyok, nem lőttem, de valami. Hát nem ment el 3 perc, jött onnan egy másik. Hát az Zoltán. És ez komolyan kinek az ötlete volt, hogy bejöjjünk az erdőbe, Zoltán?
az erdőbe, milyen mindenki az erdőbe akart bejönni. Hogy itt hívjuk. Ötleted, ez Zsolti ötlet, hogy az erdőbe kerüljünk, te. Arra csendben kell. Na jó. Mennyi sokkal lehet? Három meg. Ész már, hogy milyen lázban van az ember. Hát viccelsz. Majdnem összepüsültem magam. Nem akartam elhinni. Látjátok, milyen örömet tudok okozni bátyám. Hamarabb észre tudunk lenni. És most miért nézed a szelet? Hát, hogy merre menjünk tovább. Ja, hogy akkor szelet. Mindig meg kell nézni, hogy hova hát menjünk. Hát igen, mert ha szélnek rossz ezért, akkor hiába hívsz, semmi értelme sincsen. Ja, értem. Nem beszél és úgy terjed, a szél viszi. És ha néznek, ezek is innen jöttek, sokálok, és mindjárt szélnek fogtak, tehát szélnek szembe akartak jönni befelé ránk. Értem. Azért jöttem belőle össze a sokat. Kőrezzenek itt a madarak, mert akkor ez is figyel a sakál is, hogy na, ott valami van, nézd, megyünk már, nézzük, mi visítottan. Nagyon rafinált vagy. Szóltál, mit mondtál az előbb, hogy mit kell? Nem tudtam, hogy lőni is kell, úgyhogy nem osztam, csak négy lőszer. Úristen, ekkora amatőr hibát szóltál. De van a kocsival, csak aha. Annyit pont várni kell. Igen, várni most mehetsz 20 percet sétálni. Nem 20 percet. Úristen. Bátyám a profi vadász, aki nem hoz elég lőszert, úgy gondolt, hogy úgy se lőni semmit, szóval nagyon optimista. Miután nem lehetünk a sebzett tarancsaká nyomára, talán bátyám pesszimista hozzáállásának köszönhetően, vagy ki tudja miért, de minden bizonnyal sikerült falra festenünk az ördögöt, mert a három aranysakál után több sakállal nem találkoztunk. Vagy csak az is lehet, hogy ebben a kis erdőben mindössze ennyi volt. Akárhogy is, pár órás hívás után befejeztük a vadászatot, aminek én igencsak örültem. Beöltöztem, mint a hülye. Ez most olyan tök melegen van, majd megpusztulok. Az utolsó vadászatnak sötétedés előtt indultunk neki, mikor még csak nem is sejtettük, hogy mindaz a bal szerencse és pek sorozat, ami eddig történt velünk, az semmi ahhoz képest, ami még várt ránk. Ezúttal a három a magyar igazság babonára hagyatkozva, harmadszor is a már jól ismert lesre ültünk ki, ahol a sötét beállta után infrafelvételes vágóképeket próbáltam készíteni, miközben bátyám természetesen aktívan figyelt. Bátyám csukott szemmel hallgatózik. A szeles estén egyszer csak egy sakál hangra lettünk figyelmesek. Amiután hamarosan... Pár perccel később ismét megpillantottunk valamit. Úgy tűnt, hogy a vadász szerencse ezúttal mellénk pártolt, mert miközben egy vörösen izzó felhőt kameráztam. A távolban lévő fény világítja meg. Attól ilyen vörös. Milyen érdekes. Egyre több sakál adott magáról tudomást.
tőlük az erdő. Legalább most már tudom, hogy ezt a sakálok csinálják. Miközben tovább hallgattuk az aranysakálok kórusban való üvöltését, egyszer csak feltűnt valami előttünk, amivel a PEG sorozatunk ismét tovább folytatódott. Ja, ott megy valami. Hát, most megy oda hozzá. Még nincs ott, de most megállt. Én veszem végig, ott csinálsz, amit akarsz. Most fut el. Ott van, ott. Gyorsan megkerestem a lámpát. Ott van, megvan. De bátyám be akarta fejezni a vadászatot. Itt van, Zoltánkám. Jóban nem jöttek el, menjünk haza. Itt van, Zoltán fog. Jó, itt van. Tessék, még egyet adjunk egy esélyt neki. Minden áron haza akart menni, de én rábeszéltem, hogy maradjunk. Bár ne tettem volna. Jön felé. Ezt az egész szót, hogy anyádat még úgy fogja rohadt kanéja. De nem látom hol. Nem hiszem. Szerintem itt volt biztos, de hogy most hol van. Ez az aranysakál is megúszta a találkozást Abe-ből, s még a kamerával sem tudtam felvenni, de a lámpa a fegyverre való rögzítésével a probléma még nem ért véget. Szép magyar szavak kíséretében végül... Jó lesz most már. Még a kapcsoló szar, de jó lesz. Megint nem fog működni. Hát ez meg hogy esik le? Tényleg a fakvilágon nincs. Ez itt csak velünk történt. Még ilyen, én nem értem. Az idegtépő fegyverlámpa után elképzelni sem tudtuk, milyen balszerencsés helyzet jöhet még. Egészen addig, még nem bátyám hívó hanggal próbálta meg közelbe csalni az aranysakálokat. Hát ez a birka pásztor, ez már megint itt van, hihetetlen. Hát a törünk már pár száz méter. Elmúlt napokban, ha ezt jöttünk vadászni, ez non-stop itt van. Csak most nem látszódik, de... Fél 9 óra. Beszarás ez az ember, tudom ki ez a birka pásztor, de minket mindig megtalál. Hihetetlen. Már csak a favágók hiányoznak. Az újabb balszerencsés helyzet intőjelként sugallta, hogy ideje lenne befejezni a vadászatot. De mivel filmet forgattunk, még nem akartuk abba hagyni. Annak ellenére sem, hogy fikasznyi esélyt sem láttunk arra, hogy újabb aranysakát látunk. Ez a szó... Elment. Hát jó.
Beakadt a hüvely a izébe. Zoltán, szerintem hagyjuk abba ezt az egészet. Szerintem, Tomi, menjünk. Én ezt idegileg tovább nem bírom. Ilyenek soha nem fordulnak le. Ilyet, beleakadt a izébe. A hüvely ide beleakadt. Hát ilyen, amikor kihúztam. Így, ide így beleakadt. És úgy, hogy nem bírtam. Nem látom. Mit? Ja, így, aha. És így akadt meg. De nem bírtam elhúzni, nem? Hát, Zoltánkám, ez most nem a mi napunk. És láttad, lövés előtt, amikor lőttem, hirtelen erre váltott. Biztos meg lesz kamerán. Abba a pillanatba fordult el, amikor lőttem. Nem el is esett. Zoltán, ez nem a te vadászat filmed volt. Ennyi megsorozatot még életemben nem láttam. Na várj, most meg lekapcsolt a lámpa, lemerült. Na jó, Tomi. Na jó, menjünk. Ez egy ilyen film lesz most. Most minden, ami balul, ilyen még életemben ilyenek nem tudom. Várj, próbálom hát, még egy kicsit bírja. Ez van. Jó, van, menjünk. Menjünk, mert szívinfarktust kapok. Miután feladtuk a vadászatot, megnéztük a korábban elejtett sakált. Egy szuka sakál. Szuka? Aha. Majd megadva a módját, a vadászháznál készítettük el a terítéket, amivel a filmünk végéhez érkeztünk. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy ennyi balszerencse még sosem ért minket filmkészítés közben. Hisz az eső miatt többször nem tudtunk vadászni. Meg szemerke. Hát ez neked szemerke is. A fegyverlámpával állandó gondok voltak. Nem működik a lámpán. Itt van Zoltánka. Nem érdekel, menjünk haza. A lőszer hüvely felakadt. Beakadt a hüvely, ide így beakadt. És hol a favágók? Hol pedig a birkapásztor zavart minket? Birkapásztor megint itt van. De a sok negatívum mellett legalább voltak vidám pillanataink. Nem tudtam, hogy lőző is kell. És ezúttal is felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Már megint rázetítettek. Hihetetlen. De három darab jött be. Három. Hisz már, hogy milyen lázban van az ember. Hát viccelsz, majdnem összefüsültem. Nem akartam elhinni. Izgalmas, vajon most mit is fogunk látni, aranysakát? Zoltán, te hogy érzed? Ezüstöt. Ezüstöt fogunk látni. Ha, szuper. Várjál, még nem vagy benne a kamerán. Lát, most látszódik a fejed is. Igen. Ha, tök minden. Akkor ezüstöt fogunk látni. Már hallották, mert elmondtad. Ja, jó.